Magyarországon mintegy 1200 település található úgynevezett szabad vállalkozási zónákban, azaz gazdaságilag leszakadt területeken. Az ilyen helyeken működő mikro- és kisvállalkozásokat kívánja támogatni az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium közös pályázata. Az érintett vállalkozások egyenként 2-től 10 millió forintos támogatásban részesülhetnek. A kormány felmérése szerint ezen felül további 162 település van hazánkban, amely még nagyobb segítségre szorul, az ebből a kategóriába eső cégek akár 60 millió forintot is elnyerhetnek. Mintegy 2 millió magyar a gazdasági lehetőségektől távolabb eső településeken él, amelyeket szabad vállalkozási zónáknak nevezünk. Ez egy európai terminológia. Az a lényege, hogy azok, akik ezeken a településeken élnek, könnyebben juthatnak fejlesztési forrásokhoz annak érdekében, hogy az ott élők munkahelyének megtartását, megerősítését így támogassuk, hogy az ott működő vállalkozásokat középtávon megerősítsük. A pályázó vállalkozások 70%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Ezt elsősorban új eszközök, gépek beszerzésére, valamint ingatlanfejlesztésre, munkabérre, alkalmazottaik képzésére és informatikai korszerűsítésre fordíthatják. Az államtitkár hangsúlyozta, annak érdekében, hogy ezek a lehetőségek az eddig el nem ért vállalkozásokhoz is eljussanak, csak olyan cégek pályázhatnak, amelyek korábban nem részesültek ehhez hasonló támogatásban. A pályázat a keleti régió kistelepüléseinek gazdasági élénküléséhez is jelentősen hozzájárulhat. Ezek a települések távolabb esnek a nagy gazdasági centrumainktól, és az Európai Unió nomenklatúrája vagy szabályrendszere szerint ezeket a településeket ki tudjuk emelni a pályázati struktúrából, és meg tudjuk őket különböztetni, meg tudjuk ezeket a településeket, községeket, falvakat, városokat különböztetni, azért, hogy könnyebben tudjuk az itt működő vállalkozásokat támogatni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területének közel 80-85% a szabad vállalkozási zónának minősül. Ez az a megyénk, amelynek a területét a legnagyobb arányban fedik a szabad vállalkozási zónák. Az 5 millió forintos keretösszegű pályázatra, melynek megírásának költségeit is átvállalja az állam, január 19-től február 18-áig lehet jelentkezni. A felhívást ágazati korlátozás nélkül hirdették meg a minisztériumok, a termelő cégeken túl a kereskedelmi és szolgáltató, valamint az építőipari szektorokban működő vállalkozások is jelentkezhetnek. Az érdeklődők a vállalkozói információs portálon tájékozódhatnak részletesen a kiírás feltételeiről.